Szakács László, tehát a stúdióban jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánunk. Kezdjük talán a legfrissebb híren, amit talán ön is hallott itt, amit elmondtunk, hogy megjelentek a megyei kormányhivatal emberei az éppen sztrájkoló Tesco bérszám fejtő részlegnél. Mit szól ez? Ekkora véletlenek azért nincsenek. Tehát a hatóságokat bunkosbotként használni, akkor, amikor látjuk, hogy egyszer már ugye az Audiban sikeresen sztrájkoltak, sikeresen vették fel a munkaharcot, hogy így mondjam, és kivívták a saját jogaikat, akkor ugye ezt elkezdik egy másik multinacionális cégnél, ezt nyilvánvalóan nem engedheti meg magának, sem a cég, sem a magyar állam, hogy ez továbbra elharapozzon, és akkor rögtön akkor megjelenik egy ellenőrzés. Én ebben ezt látom, nyilvánvalóan most találnak, nem találnak valamit, már maga a jelenlét olyan, ami az ellenőrzést, az odafigyelést, a vigyázunk rátok a nagy testvér figyel, tehát ezt mutatja. Egyébként az Mosás meg Judit, parancsolj. Elméletek, hogy egy sztrájk normális esetben a munkaadók és a munkavállalók idézőjelben harca, ezt megvitták az Audinál. Ha beleszáll ebbe például egy kormányhivatal, akkor mondjuk önöknek, mint ellenzéki képviselőnek van ezzel mit tenni? Hogyne lenne. Szerintem akkor is, amikor nem száll bele a kormány. Ugye az Audinál is azt mondta a kormány, hogy hát ő neki ez semmi köze, hát drukkol, hogy minél hamarabb vége legyen. Ez a magyar GDP-ben szemmel látható összeg. És ez az egész ugye azért alakult ki, mert a kormány ugye olyan szabályokat hozott, és a többi, és a többi. Itt is, amikor a kormány meg fellép, de nem a megfelelő eszközökkel lép fel, tehát nem az egyeztetési mechanizmusokat használják. Hát régen ez egy három oldalú egyeztetés volt, tárgyalásos úton kellett megoldani, nem hatóságokkal, hogy kiküldünk akkor egy hatóságot, hogy akkor jól nézzék meg, hogy akkor mi történt, befizetik-e ott a társadalombiztosítást. Itt nyilvánvalóan a jelenlét nem annak szól, hogy itt a Tesco-nál megnézzék, hogy a társadalombiztosítást befizették-e, miért pont akkor, amikor elkezdődik egy sztrájk. Ez arról szól a jelenlét, hogy figyelünk, ilyenkor nekünk persze egyfelől kérdezni kell, másfelől pedig támogatni kell, természetesen mindig a munkavállalót. Egy baloldali párt mindig a munkavállalót támogatja a tőkével. Ha már ezt így megemlítette, akkor egy kicsit hagyj nyissam az ollót. Ugye decemberben, amikor elkezdődtek a tüntetések, akkor volt egyrészt egy politikai tüntetés, volt szakszervezeti részvétel, és volt olyan pillanat, amikor mondhatjuk úgy, hogy a pártok és a szakszervezetek bizonyos pontokon összeértek. Ez a fajta kapcsolat erősödött decemberben vagy december óta, tehát jobban odafigyelnek a szakszervezetek, a munkavállalók a követeléseire, életére, például a következő napok, heteknek a tüntetéseit, sztrájkjait egyeztetik önökkel? Hogyne, persze. Ez nem csak most van így, szerintem az nagyjából december közepe óta így van, itt a fővárosban is, de vidéki városokban is, a félpályás útlezárásoknál, a demonstrációknál, tehát ott közösen a szakszervezetekkel, mindig szakszervezeti felszólalóval, hol a pedagógus dolgozók szakszervezetével, hol a vasassal, hol a masszal, tehát mindig ezekkel a szervezetekkel. Van egy rendszeres találkozás ezzel kapcsolatban, tehát időnként leülnek egymással, koordináltak ezek, vagy pedig mindig alkalomról alkalomra, hogyha valamelyik szakszervezet valamit bejelent, akkor őket keresik meg, vagy pedig ez egy koordinált tárgyalás? Ezek koordináltak abban a tekintetben, mert most például mondjuk Pécsen is volt ilyen, hogy 18-án lett volna egy pártos tüntetés, 19-én országos demonstráció, akkor nyilvánvalóan a kettőt akkor egyszerre tartották, mert 19-én egyszerre tartottuk meg. Hát nyilvánvalóan ebben vannak együttműködések, meg hát nyilvánvalóan mi szeretnénk, hogyha a szakszervezetek velünk megosztanák nekünk, elmondják azt, hogy mi az, amit képviseljünk, mi az, ami ő szerintük is a munkásoknak az érdeke, és ezt mi utána tudjuk képviselni. Ugye ezek a folyamatok pont, amikről beszélt, a túlóra törvény kapcsán indultak el. A túlóra törvény elfogadása, pulpitus elfoglalás, valószínűleg emiatt fognak ma képviselők büntetést kapni. Tegnap itt volt az adásomban Vadai Ágnes, aki arról beszélt, hogy mivel tényleg már sokat szor büntetnek meg képviselőket, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy az összes ellenzéki párt esetleg valamilyen fajta alapot hozzon létre, mert tényleg van olyan képviselő, akinek már több havi fizetését vonták meg. Alakul ebben az ügyben valami? Én ugye most nem vagyok parlamenti képviselő, ezért a frakciónak a döntését ebben nem tudom. Az elnökség azt tudom, hogy fog hozni egy olyan döntést, ahol létrehozunk egy olyan alapot, ami segítheti ebben a tekintetben mondjuk a parlamenti képviselőket, hogy ez most közös lesz a pártok között, vagy minden egyes frakció ezt maga oldja meg, ezt most én nem tudnám megmondani, de természetesen mi is szeretnénk gondoskodni a képviselőinkről, egyfelől, másfelől pedig azt nem fogjuk megadni azt az örömöt Kövér Lászlónak, hogy ezzel bárkinek elvegye a kedvét attól, hogy harcosan keményen kiálljon az általa képviselt értekek mellett. Volt már egyébként az elmúlt években olyan, amikor Kövér Lászlóval mondjuk maradéktalanul egyetértett?
A mi politikai kultúránkba belefér-e az, hogy például ön azt mondja, hogy Orbán Viktor döntése csodálatos, fantasztikus, hú de jó, előremutató, Áder János micsoda nagyszerű dolgot hozott létre, semmilyen Zsolt döntése szuper. Volt-e ilyen, akár bármelyiküknél, akár bármelyik? Megmondom, miért kérdezem. Semmilyen Zsolt, hanem, hogy a döntésére sem emlékszem, de... Népszavának a címoldaláról idézem, akkor kezdjük a lapszemlét. Az unió elnöki szemmel, ugye Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke értékelt. És akkor például, amikor a nagyon megosztó elnök, aki a demokrata oldalon nem túl népszerű, a hölgyekről beszélt, soha nem volt ennyi hölgy az amerikai törvényhozásban, éppen 100 éves a szavazati joguk, ezért fehérben mentek el, dicsérte a hölgyeket, gazdaság motorjainak nevezte őket, akkor a demokrata képviselők fölálltak és megtapsolták, megijenezték még a mögötte ülő Nancy Pelosi is. Elképzelhető-e az egy ilyen Amerikához képest pici országban, hogy bármelyik kormánypárti tag azt mond valamit, ami önöknek tetszik, és felállva megtapsolják? Vagy elképzelhető az, hogy ellenzéki oldalról mondanak valamit, és a kormánypártiak megijenzik? Ez utóbbira nem emlékszem, most azóta gondolkoztam, hogy volt-e ilyen pillanat, azt gondolom, hogy volt egy Horn Gyula halálához kapcsolódik, amikor Horn Gyulától elbúcsúzott a parlament, és azt gondolom, hogy méltó módon Magyarország egyik legsikeresebb miniszterelnökétől úgy búcsúzott el akkor a parlament, ahol ebben talán akkor mindenki egyetértett. Tehát ez egy olyan pillanat volt, én mondjuk ezt tudom ebben a pillanatban felidézni. Térjünk ki gyorsan még arra, tegnap tartott ön egy sajtótájékoztatót, amelyen ugye arról beszélt, hogy vajon mennyire bízhatnak meg az emberek a kormányban, a Nemzeti Bankban, és hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal fel kellene bontani azt a szerződést, amelyet a kormány 2015-ben kötött, mert hogy önök szerint ebben például az szerepel, hogy a kormány nem gördíthet akadályt a kilakoltatások elé. Tényleg ez az, ami miatt részben történik ennyi kilakoltatásnak szerint? Hát ezt vállalta a kormány, tehát így van benne magában a szövegben, amire annyira büszke a magyar kormány, hogy csak angolul tették fel a kormány.hu-ra, tehát a kormánynak a hivatalos honlapjára. Az van benne, hogy a bankoknak egy fillérébe nem kerülhet a forintosítás, nem akadályozza a magyar kormány a kilakoltatásokat, a bankszövetségnek végül is vétójogot ad még szociális kérdésekben is, és nem hoz olyan döntést a magyar kormány, ami a bankoknak a jövedelmezőségét, azt bármiben is veszélyeztetné. Jól is kerestek a bankok, hát 700 milliárd forintot kerestek Magyarországon tavaly a bankok. Ha ebből kiindulunk, és abból, amit ugye Orbán Viktor mondott, hogy ő kötött az EBRD-vel egy megállapodást, amit ő be kíván tartani, tehát be fogja tartani, látjuk is, hogy Szolga ilyen betartja, ezrével teszik a családokat ki az utcára minden egyes évben, akkor azt láthatjuk ebből, hogy bármilyen megállapodás születik, ez a megállapodás, amit az EBRD-vel kötöttek, mindig felül fogja írni a magyar emberek érdekét, mindig a bankok érdekét fogja szolgálni, és ebből viszont akkor az látszik, hogy rosszul fognak járni a devizaitások. Nem szaladok vissza addig, hogy ez a kormányzati oldal nyilván azt mondja, hogy amikor viszont elindult, akkor éppen másik kormány volt, éppen önök voltak hatalma, viszont hadd kérdezzem meg, hogy pontosan most, mert a számok mindig rugalmasan ugráltak, hány embert érint devizahitel problémája most 2019. február elején? 117 ezer ingatlan van most végrehajtás ezt alatt. Egy családdal meg is tudjuk szorozni? Tehát minden ingatlanban... Több családdal kell megszorozni, mert ugye kezesek vannak, pótfedezetek vannak ezek mögött, a szerződések hány mögött. Ez nagyjában egészében azt mondom, hogy a legmértékadóbb becslések szerint 1 millió ember, 900 ezer kötőjel 1 millió ember az, akit ma ez érint, akinek például mondjuk nőni fog a törlesztő részlete akkor, ha nőni fognak a kamatok. És egy pillanatra azért hadd térjek erre vissza. Azért akkor, amikor az emberek fölvették ezeket a hiteleket, stabil volt az árfolyam. Azt mondta, és azt mondja mai napig is a Fidesz, hogy hát az árfolyam azért szállt el, mert hogy volt egy világgazdasági válság. Na de azt is hallom, hogy a világgazdasági válságnak vége van. Akkor miért nem 250 forint az euró? 2008 a szeptemberében szállt el, akkor nem ez a kormány volt még jelenleg hatalmon. Vissza fogunk erre. 2011-ben szállt el. A svájci frank az egészen biztosan 2008 szeptemberében emelkedett, megnézhetjük, ha gondolod. Az euró az pedig 2011-ben szállt el. Itt most a svájci frank hitelről beszéltem, ami is többségüknek van. Köszönjük szépen, viszont ennek pedig külön utána fogunk nézni.